A telefonnál pedig Ungár Péter, az LMP parlamenti frakció vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen a frakció vezetői lét? Még csak néhány hetet csinálja, de azért más, mint eddig. Miben? Hát nagyobb felelősség, próbálok megfelelni az elvárásoknak, és ettől álmatlan vagyok. Tényleg? Ennyivel igen. Nagyobb felelősség? Hát azt mondják az emberek, még az ellenzék szavazói is, hogy az egésznek úgy sincs semmi értelme, azt csinálnak, amit akarnak, vagy azt nem csinálnak, amit akarnak, tényleg nem tud aludni. Hát részben, hogyha az ember egy neurotikus zsidó, mint én, akkor mindig el tud érni a lelki állapotot, hogy nem tudjon aludni. Részben pedig én ezt úgy érzem, hogy ez egy nagyobb felelősség. Uh-huh. Én értem, hogy van, aki ezt kívülről nem így érzi, én próbálom ezt jól csinálni, és ez számomra egy felelősségteljes dolog. Bevallom önnek, hogy a kérdésem ugyan természetes emberi érdeklődés, vagy újságírói érdeklődés volt, de most, hogy egy... De nem egy pszichoterápiás foglalkozás. De most, hogy komolyan válaszolt rá, egy kicsit azért még inkább belemennék, és nem a lelki részébe, hanem a technikai részébe, a gyakorlati részébe, mert én se tudom, hogy mit is csinál egy parlamenti frakcióvezető, ráadásul egy kis parlamenti frakcióról van szó, néhány emberről. Velük kell egyeztetni, vagy közben velük is, meg a saját pártjának, mondjuk a vezetésével is, vagy meghatározó embereivel, vagy a többi ellenzéki pártvezetőivel? Nálunk tényleg kevesen van, tehát a pártvezetésben is benne vagyok, tehát hogy az is, ezek ugyanazok az emberek. A szakpolitikai folyamatok, milyenek lesznek a felszólalások, mivel foglalkozunk, mivel nem foglalkozunk, hogy próbálunk meg az egész működésnek irányt adni, mi a viszonyunk a többi párthoz, mi a viszonyunk a hatalomhoz, a NER-nek a különböző szimbolikus rendezvényeihez. Ugye ebben egy olyan döntést hoztunk, amit senki más nem hozott meg, stb. Tehát, hogy ezek a dolgok, hogy mire mit reagálunk, hogy szavazunk, mit csinálunk. Aha. Értem. Szóval ezek szerint minden napra okoz eldöntendő kérdéseket és álmatlan éjszakákat. Igen. Jó. Na de akkor most egy olyan fontos dologról kérdezem, ami mindannyiunkat érint, ezért az LMP parlamenti frakcióvezetőjét is, és amiről ön beszélt is, nyilatkozott is, erről a bizonyos brüsszeli csúcsról és az ott elért kompromisszumról, amelynek alapján olajembargót vezetnek be Oroszországgal szemben, mi pedig ebből kimaradunk a magunk részéről, de úgy, hogy jóvá hagytuk ezt az egész embargót, tehát ez a kompromisszum lényege. Aztán a dolog kezd egy kicsikét bonyolódni, mert látjuk, hogy Szijjártó Péter tegnap elrohant Horvátországba és az Adria vezeték bővítéséről tárgyalt, ma pedig a horvát miniszterelnök közölte, hogy ezt néhány hét alatt le lehet bonyolítani, és bőven lehet sokkal kevesebb pénzért bőven lehet olajat szállítani Magyarországnak, sőt Lengyelországnak is, úgyhogy az a duma, hogy ez évekbe telik, és ki tudja hány száz millió euróba, nem csak néhány millióba összesen. Szóval ez a dolog, mintha le lenne játszva, vagy legalábbis világossá válik. De önnek és önöknek nem is ez a problémája, hanem az, hogy ha egyszer bevezetik az olajembargót Oroszországgal szemben, akkor Európa és benne Magyarország miért nem próbál határozottabban leválni ezekről a bizonyos fosszilis energiaforrásokról, olajról, gázról természetesen, és átállni az új, megújuló energiaforrásokra. Amire én rögtön azt kérdezem, de hát megpróbál, nem? Valójában nem. Ugye itt szálazunk szét dolgokat. Az első pont, ami az, hogy az egy rossz dolog, hogyha az Európai Unió tagállamai indirekt módon finanszírozzák az orosz hadigépezetet a energiavásárlással, ez egy tényállítás véleményem szerint. Ugyanakkor nem lehet olyan helyzetet előállítani, ahol ez az embargó politika azt jelenti, hogy milliárdokat költünk arra, hogy az egyik típusú fosszilis függésből átálljunk egy máshonnan származó fosszilis függésbe, ugye Egyesült Államok, arab országok, meg Kanada. Itt zárójelet szeretnék nyitni, hogy azért az öt kollégám, a német gazdasági miniszter Robert Habeck elment a katari szultánhoz elmondani, hogy onnan fogják szállítani majd a olajat, tehát hogy ezzel fogják az embargó politikát megoldani. Számomra egy morális kérdés az, hogy persze Oroszország, meg ez most történik, meg egy súlyos
háborús bűnös dolgot finanszírozik Európa, de nem tudom, hogy jó-e, hogyha átállunk-e a katari szultán meg a katari államhatalom finanszírozására, ami azért szerintem egyet tudunk érteni, szerkesztő úr, hogy nem az emberi jogoknak a mekkája, vagy hogyha már ilyen utalást mondanék. Mindegy, nem, mert a Szaúd-Arábiában van, úgyhogy nem az. A Mekka Szaúd-Arábiában van, ez egy szólásmondás. Így tudom. De ha már így kezdte, akkor én így fejeztem be. Jó, persze, egyetértünk ebbe. De azért igen. Gondolom ön is vezet autót, nem tudom, hogy elektromos autót vezet-e. Hibrid autón van amúgy. Na látja, abba azért mégiscsak kell fosszilis üzemanyag. Vagyis a világ még ott tart, tetszik, nem tetszik, remélhetőleg nem túl sokáig, hogy nagyon sok dologra kell még például olaj és például gáz. Hát akkor nem persze, lehet egyik évről a másikra le... Tehát ebben igaza van, mi nem mondjuk azt, hogy ezt most... Ezért mondtuk, hogy ez egy elfogadható kompromisszum. Ez volt az álláspontunk első pontja. Nem gondolom, hogy ez jobban lehet. Nekünk az fáj, hogy van a bizottságnak, és most már őszintén nem tudom követni ezeknek, milyen ilyen branding nevet adnak ezeknek a különböző csomagoknak, de a választópolgárok szempontjából is lényegtelen. Tehát van a bizottságnak egy zöld energiára való átállás csomagja, egy javaslata, ami amúgy azzal is van kritikánk, de 90%-ban egyetértünk. Na most miért nem az történt, hogy elfogadtuk ezt a kompromisszumot, ami egy jó kompromisszum rövid távon, és elfogadtuk mellé a hosszú távú lábát is, hogy majd 15-20 év múlva ne kerüljünk újra ilyen helyzetbe. Tehát nekünk nem az a baj, hogy a mostal mit csinálnak, nekünk az a baj, hogy a jövő, a középnek hosszú távval nem csinálnak semmit. Nem lehet, hogy ezt nem ezen a brüsszeli csúcson kellett megoldani, hiszen van erre még néhány hét, néhány hónap, egy-két évnyi idő, persze minél előbb annál jobb, és itt nyilván a mostani helyzet drámaiságából következően esetleg határozottabb lépéseket lehetett volna tenni. De a szándék megvan? Van, hát először is a bizottságban van szándék, nem tudom, hogy például Orbán Viktor ezt vétózni fogja, vagy nem. Tehát ha a kettőt összekötött volna, és az egyikben engedtek volna neki, a másikban nem, érti, amit mondok, az már eleve jobb lett volna. De most ez mindegy. Nem is ez a bajom, hanem az a baj, hogy ugye itt el fogunk költeni rengeteg pénzt arra, hogy átállunk egy másik típusú fosszilis szállításra, ami környezetszennyezőbb. Azért ezt is mondjuk ki. Tehát ez szerintem egy fontos szempont. Lehet azt gondolni, hogy ez nem egy fontos szempont, de azért az, hogy mondjuk tankerhajókkal szállítsunk fosszilis energiát, azért az rendkívül környezetszennyező. És ezekről olyan szinten legalább megoldást kéne találni, hogy fogjuk ezt hamar leállítani, mivel fogjuk kiváltani az olajat. Mert amikor, nem akarok szerkesztő úr korával érvelni, tehát tényleg nem bántásból mondom, de amikor a tőlem idősebb generáció, amiben beleszületett olaj meg fosszilis alapú gazdasági rendszer, az én generációmba, mire én annyi idős leszek, mint szerkesztő úr, már vége lesz. És ezt vagy szépen csináljuk, vagy csúnyán, és az a bajunk, hogy nem látjuk, hogy erre készülnénk előre. Én azt látom, hogy készülünk, csak nem biztos, hogy elég komolyan, vagy elég energiával, vagy elég pénzzel, vagy elég elszántsággal. Hát persze, van egy ilyen fajta megszokás, hogy hát az emberek autóval járnak, kell hozzá benzin, vagy dízelolaj, vagy a vegyipar működéséhez, ami rengeteg nagyon fontos dolgot állít elő, bizony kell az olaj. Hát nem olyan egyszerű erről leállni elvtársak körülbelül, ez a műtrágya. Műtrágya, és így tovább, igen, ami gáz, amihez gáz kell. Szóval nem olyan egyszerű ezeket technikailag sem megoldani, meg hogyha sikerül, akkor is egy csomó pénzbe kerül. Hát ezt gondolom a zöldek is elismerik, nem? Persze, de ennek a pénznek vannak jó részei is. Most mondok egyet. Lenne Magyarországon egy hatalmas épületszigetelési program, panel program plusz nem csak a panelekre, hanem mindenféle lakóépületre, meg egyéb épületre, annak több pozitív hatása lenne. Először is ez rengeteg pénzt berakna a magyar gazdaságba, munkahelyet teremt, pörgeti az árakat, egy ilyen keynesiánus beavatkozás, egy-kettő. Az emberek kevesebbet kell, hogy fizessenek utána a rezsim, nem olyan rezsicsökkentés, mint ami most van, hanem egy a dolog abból adódóan, hogy kevesebbet kell fűteni, tehát ez már egy zöld dolog, emiatt kevesebbet használunk fel. Most például egy ilyennel szemben szerintem nagyon nehéz érvelni bármit. És nincsen még lehívva se Magyarországon az Európai Uniós
összes pénzlehetőség, ami az egész épület szigetelésre lehetne. De az épület szigetelésre rengeteget el tudnánk még Európában, meg Magyarországon úgy költeni, hogy az valójában szinte csak pozitív hatásokkal jár, és még tudok mondani 10-15 ilyet. Uh-huh. Hát ebben nincs vita közöttünk, és az biztos, hogy az Orbán kormány ezt az elmúlt években szisztematikusan, tudatosan, szándékosan nem használta föl, pedig nyilvánvalóan az energiaspórolásra ez elsőrendűen alkalmas, és az emberek pénztárcáján is meglátszana, hogy kevesebbet kell költeniük mondjuk fűtésre. De hát úgy látszik, illetve nem tudom miért. Még ebben üzlet is lett volna. Hát az építőiparnak, amelyik az övék most már szinte teljesen, ez egy remek, állandó működési terepe lehetett volna, nem? De amúgy ezen kívül is meg rengeteg probléma van, rengeteg olyan... És akkor most, bocsánat, egy másik dolog, hogy ami... Mert hogy ebben a műsorban mégiscsak én azt képzelem, hogy részben az a szerepem, hogy olyanokat is mondjak, ami felháborítja a hallgatóságot. Bele akar itt avatkozni a szerkesztésbe, frakcióvezető. Na mondjon valami felháborítót, jó? Azért az számomra nagyon szomorú, hogy ellenzéki kollégáim egy jelentős része nem tanulva a negyedik két harmadból úgy próbálják előadni, mint hogyha Orbán Viktor vétópolitikája, ami az olajembargóval volt, az valami az európai politikán kívülálló szörnyű dolog lett volna, ami nem lett volna egyeztetve a többi szereplővel. Meg kell nézni, hogy Scholz kancellár mit mondott, amikor jött ki a csúcsról, hogy meg kell érteni Orbán Viktor érveit, blablabla. Bla, bla. Egyértelműen látszik a mozgásból, hogy az, hogy ez a kivétel a gáz, tehát a vezetékes olajszállításról megfogalmazódjon. Ezt egyértelműen a német ipar és a Scholz kancellár akarta, és valamit Orbán Viktor kap azért cserébe, hogy ő mondta ki a vétót ilyen kemény. Na de a németek mégis leválnak az orosz olajról az év végéig, és nem hiszem, hogy a barátság vezetéken Magyarországra érkező olajból Németország fog majd valamilyen módon profitálni. Nem, de ők is kapnak vezetékes olajat. De azt mondták, hogy az év végéig leválnak róla. Ők is, a lengyelek is. A Németországban ezt mivel ön szerkesztő úr olvas sajtót, tudja a nemzetközi sajtót, ez Németországban egy koalíciós probléma ez a kérdés, amit én mondok. Tehát ott ugye a zöldek ebben nagyon elkötelezettek, de a három párti koalícióban a szociáldemokratákkal ez egy komplex kérdés. Ez igaz. Azzal a szociáldemokrata pártal, amit szerkesztő úr is tudja, hogy a 2014-es krími intervenció utáni évekbe kezdték el az északi áramlat kettővel az orosz-német fosszilis energia összekapcsolását szívet. Tehát, hogy azért komplex kérdés. Ez igaz, de annak a koalíciónak a vezetője az Angela Merkel féle CDU volt, amelyik ugyanolyan megértő kapcsolatot tartott fönn Orbán Viktorral, mint most Olaf Scholz. Szóval így mondjuk van. Így, hogy a kereszténydemokraták és a szocdemek együtt voltak ebben benne. Így van. No. Tehát hát csak szóval... azt akarom mondani, de akkor egy tágabb ideológiai állítás megfogalmazza ezt, hogy szerintem addig nem leszünk hiteles kritikusa Orbán Viktor Európai Unióval kapcsolatos politikájának, ameddig az Európai Uniót úgy próbáljuk láttatni az állampolgárokkal, mint hogyha egy ilyen morális szempontokból kiinduló ilyen politológus szakkör lenne, nem pedig rendkívül komoly ipari és nemzetállami lobby érdekeknek a kavalkádja. Tehát szerintem ebben föl kell tekerni az őszinteség potmétert. Jó, hát világos, az Európai Unió nem egy hangon szól, 27 különböző állam van benne, és éppen az a lényeg, hogy ennek a 27 államnak a különböző gazdasági, kulturális, történelmi hagyományait, érdekeit, kapcsolatrendszerét megpróbálják összehangolni, hogy az Európai Unió fel tudjon lépni, mint egy egységes, vagy többé-kevésbé egységes hatalmi, gazdasági, politikai központ és erő, mert ha ezt nem teszi, a 27 fele hullik, akkor előbb-utóbb a sokkal erősebb nemzetközi szereplők martalékává válik. Vagy fölismerik ezt a 27 ország vezetői és polgárai, vagy nem ismerik föl, és hát akkor majd mindannyian a kárvalottai leszünk, ki előbb, ki később, nem? Ebben egyetértek, csak
azért az Európai Unió története kereskedelmi egyezményekkel és gazdasági dolgokon keresztül indult el. És nagyon komoly gazdasági szereplők vannak. Tehát például szerintem azt is érdemes felvetni, hogy Orbán Viktor nem is feltétlenül, és ebbe pontosítanám az előző hozzászólás, nem is feltétlenül a német kormány, vagy mondjuk maga Scholz kancellár hatása alatt mond ki egy vétót. De nem lehet-e az, hogy az a német ipar, aminek Magyarországon rendkívül fontos érdekeltségei vannak, például próbál így Magyarországon keresztül, Orbán Viktoron keresztül beavatkozni Európai Uniós folyamatokba. Hát minden vagy, lehet, ez nem lehetetlen, persze. Mert például a Bayernnek, a BMW-nek vagy az Audinak az energia áraknak a növekedése úgy súlyos problémát jelent. Tehát szerintem felmerül az a kérdés, hogy ilyenkor ipari szereplők is vannak. Azért ez nem a történelemben egy új dolog, hogy ipari szereplők beavatkoznak a politikába, hát ilyet már láttunk azért szerintem. Nem biztos fel tudják hívni a kancellárt is, vagy az Európai Bizottság elnökét is, hogy ne? Hát nem. Ne legyünk naívak, de figyeljük, hogy mi történik körülöttünk. Köszönöm szépen Ungár Péternek, azért aludjon jól.